Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Rákos Mente januári online klubján. Én Krajné Faragó Zsuzsa vagyok, Rákos Menti Lámpás, és van egy vendégünk, Nemes Nagy Tünde, a Vakok és Gyengén Látók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke, Nemes Nagy Tünde, akit nagy szeretettel köszöntök az élőadásban. Köszönöm a meghívást! Abból az alkalomból tartjuk most ezt az összejövetelt, hogy január 4-én volt a Braille írás virágnapja, és ebből az alkalomból szerettünk volna egy interjút készíteni Tündével, és hogyha lehetséges, akkor a Braille írás virágnapjáról megkérünk akkor Tünde, hogy egy pár szót ha tudnál mondani. Igen, Louis Braille nevéhez kötődik a pontírás, vagy Braille-írás, vagy Braille-írás. Mivel francia szeméről van szó, ezért Braille-írásként szoktuk most már emlegetni, illetve ezt a Braille kifejezést használni. Louis Braille 1890 született, és 1852-ig élt. Ő születésekor egy egészséges ember volt. Gyermekkorában az édesapja cipész műhelyében érte baleset, ezt követően lett vakember. Párizsba került a vakok általános iskolájába. Itt az ő írás rendszerét megalapozta Charles Barbier katonának a 12 pontos katonai titkosírása, amit éjszakai üzenetváltásra alkalmaztak. Ebből fejlesztette ki Louis a tapintható írásrendszert, amit a halála azt követően neveztek el Braille írásnak. Ez a látássérültek vakok és aliglátók, illetve a siket vakok is használják ezt az írásrendszert, ez tapintható, mi látássérültek ezt kézzel olvassuk, akik látók elsajátítják ők általában szemmel. A közéletben a gyógyszeres dobozon tudunk vele találkozni, illetve én Amerikában találkoztam vele például kozmetikumoknak a csavarkupakján is. Akadálymentesítésben is használjuk, illetve akadálymentes étlapokon is lehet vele találkozni. Úgyhogy röviden ennyit szeretnék. Nagyon szépen köszönjük ezt a bevezetőt, és mindenek előtt most szeretnénk, hogyha te is bemutatkoznál, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületnek az elnöke, és amit megosztanál szívesen magadról, azt légy kedves, tedd meg. Nemes Nagy Tündének hívnak, Budapesten tanultam, általános iskolába, a vakok általános iskolájába. Itt ismerkedtem meg a Braille-írással, tehát gyerekkoromban ezt tanultam, azóta is használom. Az általános iskolát követően a gimnáziumban is végigkísért ez az írásrendszer, és most a felsőoktatásban is, hiszen a Nyíregyházi Egyetem andragógus mester képzésében veszek részt, jelenleg a diplomamunkámon dolgozom, és 2004-ben alakult a Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete, aminek azóta is én vagyok az elnöke. Ó, akkor kezdetektől fogva te viszed az egyesületet. És mik a legfontosabb céljaid és törekvéseid ebben a minőségedben? Hát, mint egyesületi elnök, az a legfontosabb számomra, hogy az a szervezet, aminek én a vezetője vagyok, az mindig dinamikusan fejlődjön, mindig tudjon új innovációkat felmutatni, amivel tudja a látássérülteket segíteni, a vakokat, az aliglátókat és a gyengéllátókat. Természetesen nem csak az elnöknek a jótékony munkája ez, vagy a társadalomra gyakorolt jótékony hatása, hanem egy olyan csapatot kell az elnöknek maga köré toborozni, amiben vannak látó és látássérült munkatársak is, akikkel együtt tud dolgozni, demokratikusan tudja ezt a céget, ezt az egyesületet
vezetni, és maximálisan az kell, hogy legyen az elkötelezettség és a cél, hogy mindig a látássérültek szolgálatában álljunk. Gyönyörű célok, és mik ezek az innovációk, amikről beszéltél? Hát az innovációk a mi egyesületünkre tekintve, például a Telefotel, ami az egyetlen olyan szolgáltatás Magyarországon, ami hangalapú információkkal segíti a látássérültek azon generációját, akik nem tudják már elsajátítani az internetet, a számítástechnikai eszközök használatát, sokkal könnyebben szereznek információt, ha felemelik a telefonkagylót, beütnek egy ingyenesen hívható zöld számot, 0680 80 45 85, és gombok segítségével ki tudják választani, hogy mit szeretnének meghallgatni. TV csatornák kínálatát, vásárolni mennének, akkor meghallgathatnak akciós újságok kínálatát, lehetnek ezek patikák, drogériák, hiper-szupermarketek, programajánlók, időjárás jelentés, látássérültek segédeszközeivel foglalkozó üzletek kínálatát, így a VGK-e láthatárboltját is hónapról hónapra meghallgathatják, milyen akciót kínálnak. Ez az egyik, illetve a Braille nyomtatás, Braille kiadványok előállítás, a saját kiadványaink vannak, három, a fülbevaló, az egészséger és a szemezgető, lehet még innováció az akadálymentes étlap, aminek szintén van Braille kapcsolódása, közösségi programok, olyan programok, ami élményt ad egy látássérültnek, sportprogramok, kirándulások, önkéntesek bevonásával. Nagyon-nagyon sok minden lehet egy vakügyi civil szervezetnél innováció. Ez fantasztikusan hangzik, és hadd kérdezzem meg, hogy a Telefotel, bocsánat, az országos adatokat... Igen, országosan hívható, havonta körülbelül 2000 hívás érkezik erre a 0680 80 45 85-ös telefonszámra, úgyhogy az önkéntes csapat, aki ebben dolgozik, az a 23 önkéntes, mindig napra kész információkat készít, gyűjt és felolvas, amit a kollégáim Csorbáni Márgóri Gabriella és Dankó Pál szorgalmasan frissítenek ezen a telefonos rendszeren. Na, ez csodálatosan hangzik, ki fogjuk próbálni, és ajánlom én is akkor a tagoknak. Mekkora ez a csapat, aki neked dolgozik? Mi az egyesületben 8-an vagyunk, 2 jól látó munkatársam van, 1 megváltozott munkaképességű dolgozón van, aki mozgáskorlátozott, és 5 látássérült dolgozónk van. Mindannyian szakképzettek vagyunk, középfokú végzettséggel, diplomával és egyéb képzettségekkel rendelkezünk. Na, hát ez nagyon jól hangzik. Akkor legalább ezt is fogjuk tudni népszerűsíteni. De most visszatérünk akkor a Braille íráshoz, és... Az a kérdés, hogy mi volt az a döntő élmény, ami megszerettette veled a Braille írást? Azt, hogy tudtam olvasni a vakok iskolájában, hiszen ahova én jártam általános iskolába, ott úgy kezdtük már az első osztályt, hogy előkészítő és átmeneti osztályban elsajátítottuk a Braille írást és az olvasást, illetve az ezzel való tanulást, kigyakoroltuk 2 év alatt, és így kezdhettük az első osztályt. És amikor én tudomást szereztem róla, hogy ebben a vakok iskolájában Budapesten van könyvtár, akkor én oda bementem, és ott találkoztam Seres Pista bácsival, aki mindig tudott nekem olyan könyvet ajánlani, ami az én érdeklődési körömnek megfelelt. Tehát életrajzi regényt, történelmi regényt, szerelmes regényt, kalandregényt, és így mindig nagy örömmel emlékszem vissza a Vinettura 33 Braille kötetére, Monte Cristo grófja 53 kötetére, vagy az Egri csillagok 21 kötetére, amit természetesen nem tudtam magammal vinni mind az összeset, nem tudtam egyszerre kikölcsönözni, mert vagy előttem, vagy utána mindig olvasta valaki, de nagyon fontos volt számomra az, hogy én olvashatok, és ez a mai napig is így van.
Fantasztikus egyébként, és azt valószínűleg nem is tudják, akik nem látássérültek, hogy milyen vastagok tudnak lenni a Braille könyvek. Ezért is utaltál akkor itt az elbeszélésedben arra, hogy 20 meg 30-40 könyvből áll egy-egy regény, mivel nagyon vastagok ezek a Braille könyvek. Igen. Megpróbáljuk Pétert is bekapcsolni. Jelentkezik másodszorra, akkor telefonon. Szia, Péter! Telefonon tudsz kapcsolódni, mert most nem bonyolódunk már bele a szobázásba, jó? Jó, hát itt vagyok, hangosíts ki. Igen, igen, sajnálom, most már benne vagyunk Tündével az interjúban, úgyhogy maradj akkor így telefonon vonalban. Jó. És éppen ott tartottunk, és sajnos most kicsit meg is zavarodtam, hogy a próbában beszéltünk-e arról, hogy mikor alakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesület. 2004-ben alakult, civil szervezetről beszélünk, ami korábban a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének lett az utód egyesülete. Vakok és Gyengéllátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete néven, ami azóta országos egyesületként működő civil szervezet, nyíregyházi székhellyel rendelkezik. Óriási. És ha most visszakanyarodunk oda, hogy említetted az innovációt az egyesületetekben, tulajdonképpen az évente megrendezésre kerülő Braille olvasás verseny is a ti innovációtok. Így van? Igen, 2005-ben rendeztünk először országos Braille olvasás verseny Nyíregyházán, és ez azért különleges, mert 2005 óta minden évben megrendezzük. Korábban ősszel, a Fehér Bot napja környékén volt, aztán jött egy váltás, amikor tavasszal rendeztük, aztán most a harmadik verzió az, hogy nyáron, augusztusi három napos kulturális programként rendezzük meg. Ennek az elsődleges célja az, hogy felhívja a figyelmet a Braille kultúra ápolására, Louis Braille ránk hagyott kulturális örökségére, az olvasás szeretetére, illetve hogy felhívja a figyelmet, a hozzánk érkező brájírásban olvasók figyelmét arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is vannak kortárs szerzők, illetve ránk hagyott irodalmi értékek, tehát aki hozzánk jön országos brájolvasás versenyre, versenyzőként, vagy kísérőként, vagy pedig csak a program iránt érdeklődőként, mindig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei irodalmi művet hallgathat, vagy pedig olvashat fel, hiszen mindig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei irodalmár művének egy részletét olvassák a versenyzők. Tavaly például Krúdi Gyulától, aki az 1800-as években élt, tehát tavaly Krúdi volt, de volt már kortárs szerzőnk is, egy pár Kovács Judit, aki helyet is foglalt a zsűriben. Tehát a kortárs szerzők azért jók, mert ők el tudnak jönni, és részesei tudnak lenni ennek a fantasztikus programnak. Ez valóban nagyon jól hangzik, és hányan szoktak részt venni ezeken a versenyeken? Hát ez változó, de mostanában az a tendencia, hogy egyre többen jönnek. Voltak már 23-an, voltak 20 alatt, tehát hogy ez mindig így mozog, tehát ez a 15 és 25 közötti létszám. Vannak idősebbek, középkorúak, fiatalok, és tavaly volt egy kisgyermekünk is, a Soltész Gergely, aki ugyanolyan szinten olvasta a Braille-t, mint ahogy az idősebb emberek. Úgyhogy ő fantasztikus brájolvasási tudást mutatott nekünk. Péter is részt szokott venni ezeken a versenyeken.
Péter, te hány éve csatlakoztál először? Hát az a helyzet, hogy én 2 éve veszek részt a versenyeken, egy ismerősöm beszélt rá tavaly előtt, és akkor én hát nem akartam először elmenni, vagy bizonytalankodtam legalábbis, aztán elmentem, és annyira jól éreztem magam 2 éve, hogy tavaly is mentem. 20-ban ötödik lettem, nem, 20-ban hatodik lettem, 21-ben ötödik, és tervezek 22-ben is menni. Nagyszerű. Akkor gondolom, Tünde most is augusztusban kerül majd megrendezésre. Igen, idén is meg szeretnénk rendezni az országos brájolvasás versenyt, és van egy tervezett időpontunk, ami augusztus 12-13-14, tehát egy 3 napos országos kulturális programot kell elképzelni. Ennek a része augusztus 13-án szombaton az országos brájolvasás verseny.